Köszönöm, kollégánkedet, kollégánkedet. Meg fogunk főni forma. Előadásokhoz képest formagoltó részek követően akadémiának állni. Fontos hozzanata. Most ez az első akadémia, ahol a rakói kutatócsoport elkészült a szép kis rollapja és ősszel belül át Pécsen, szeptember vége felé. Mindegyik tagja itt van legalábbis, ami az állásban, jelen állásban lévő munkatársakat illeti, kívül Remes Gábor, aki per prokurátor nem se képviselheti magát, hanem délután elbeszélgetünk vele, hogy is biztosulós oka van rá, és azt gondoltuk, hogy az akadémiának a délelőtti, mai délelőtti szekcióját azzal zárnánk le, hogy a kutatócsoport, a választásnak, mert az akadémiának is a Nukleóval röviden személyében és kutatásaiban is, mint kutatócsoport mutatkoznak. Miért? Hát egyrészt ugye jóbornak is mindig kell a reklám, tehát ez a reklám helye is. Másfelől pedig itt a fiatalok, jelenlévő fiatalok számára talán tudnánk egy motivációt és perspektívát is nyújtani, hogy milyen úton, módon lehetne esetleg bekapcsolódni a vatikáni alapkutatásokba. Lesz egy körpanoráma, hogy nagyjából milyen területek vannak lefedve, ilyen 400-ot a tematikánk, és akkor a végén esetleg arra lehetne beutatkozás után fókuszálni, hogy hová várnánk majd végig. Akár a jelenlévők közül, akár későbbiekben mások közül is. Nyilván ez az erőforrásoknak a bővítését is igényli. Úgyhogy most elég sokat beszéltem, saját dolgaimból majd végig beszélnék. Látjuk, hogy abszolút hagyománytisztelő és egyháztörténeti kutatócsoport lévén a hierarchiát és a hierarchikus rendet ugye respektáljuk, tehát ugye a főmunkatársak, munkatársak és segédmunkatársak sorrendjével foglalnak helyet, hogy megadnám a szót a kutatócsoport középkorász főmunkatársának, Fedeles Tamásnak, hogy a röviden munkásságát, tervei, gyerekkorát fogjuk, ez nem fogos eljön, de látszolja meg. Egy úgy szólt el is, hogy meg is ragadott a röviden. Azt gondolom, hogy ez lenne a mostani motto. Nyilvánvalóan, hogy aki érdeklődik a kutatócsoport eredmények iránt, ugye az Institutum Frakmai homepage-en ezt magyar megtalálni, mindenkit bögészet. Két alapillérét emelném ki a mostani kötéves projektnek a részemről, amit végzett, vagy amit dolgozom. Az egyik az, hogy nem is szabálytan erről megszerült a több alkalommal, meg utána viszont válaszból is kiderült, aki még ezt nem tudna az utóbbi időszakban. A kamera, osztorika, gazdasági és kormányszerv magyar vonatkozású anyagaival foglalkozunk, de a papszentelések is ide tartoznak, tehát hogy ez nem gazdaság, viszont ez egy unikális forrás a magyar kutatás számára, gyakorlatilag kiaknázatlan. Eznek a gyakorlatilag a teljes korpusz magyar vonatkozásának kiadásán dolgozom, viszonylag jól áll a föltárás. Ez azt jelenti, hogy 997 darab bejegyzés, ami mondjuk a kettőt, az más miatt fontos, 997 bejegyzés, ami maga vonatkozású, nagyságrendre és szemét lebontva, 283 magyar klerikus római kúré szenteléséről van szó. Ezt kiegészítő forrásokkal több mint 1200-ra tornáztam föl. Tehát ez egy olyan korpusz, amelyből már hát nem is sokat, de azért a korábbiaknál talán bővebb következtetéseket lehet majd levonni. Tehát az egyik projekt rész eleme a munkának az, hogy kiadjam, kérdésre előkészítsem a magyar bejegyzéseket, jegyzetapparátussal. A másik, amit paralel végzek, ennek monografikus feldolgozása, ami viszont nemzetközi relevanciával bír, és nem csak azért, mert a kollégák megelőzött ebben, hanem egyébként is a nemzetközi trendekhez illeszkedik. A másik nagy része valóban most már itt a gazdasági vetületeknek a további kutatása. Ugye Péter fedezte föl a Lucsis József által annó elvizett kutatások kézlapos változatát, ugye a 2014-ben egy nagyon közel 1000 oldalas kétfőzetes korpusz alapú munkatársa
Nemes Gábor emelném ki az ő részvételével. Ennek a forráskorpusznak gyakorlatilag a földolgozásán munkálkodunk még, ami azt jelenti, hogy a magyar egyház, középkori magyar egyház és a Kamera Apostolika kapcsolatát vizsgálom. Ennek is egy mongolikus földolgozás lenne a vége. Forrásfeltárás szintjén többek között a említett két ügyes opuszba belem került, Lukács által nem gyűjtött intuitus et exitus, tehát a bevétel és kiadási főkönyvek adatait is föltárom, és ezekkel megpróbálom kiegészíteni az eddig rendelkezésre álló adatot. Pártai kollektorok tevékenységén az a 15. század elejéig bezárólag, nem is az a tizedjegyzékek, ugye, amiket ismerünk, hanem gyakorlatilag a technikai adóztatás, itt van mutatható adóztatás, technikai részleteik érdekelnek, vagy inkább is a személykör, hiszen nagyon sokat ismerünk, fejebb Pataki László kutatásai révén, de nagyon sokat nem ismerünk behatóan, illetve a személyzetet, amennyire lehet, persze magát forrásadottságok köszönhetően, az egy eszünk megkonstruálni, hogy eszünk megkonstruálni, mert nem csak a kurjai személyzetük, hanem az itt kurjam szolgálta vállal, magyar javadalmasok közvetítését mindenben. Hát ennyi, hogy jövőre kis faszokot mondani. Én nekem a Tamásos hasonlóan, amit vállaltam az első éves projektben, egy kettős irány. Az egyik egy ecstasy verbis diplomáciai természetés, aminek nagyon komoly hatörténeti vonatkozása is van. Kicsit paradoxan tűnik, de az előző előadásból azért mondom érthető, hogy miért a pápai levélt a vatikáni levéltárban találhatóak ezek a források. Tehát konkrétan Gianfrancesco Aldobrandini generális három hadjárat, 1597 és 1640 folytatott hadjáratnak a részleteivel foglalkozom, és ugye forrás szinten, ugye mások az adottságok a középkorban, mint a korábbikorban, itt a mi esetünkben, a 16. század végén inkább avval kell foglalkozni, mert az irgalmatlan mennyiségű anyagból mit válaszunk ki. Ez egyébként a korban is, hogy mondjam, egy ilyen cezúra, tudom, hogy 15 éves háború kitől, hogy akkor a pápaság figyelme tartósan ide irányul, hogy Tusor tanár úrnak a főszólásának egy részéhez ugye a Barberinikhez kapcsolódjak. Ugye a 8. kerem, akit ugye Ippolito Aldobrandininak hívtak polgári neve, ugye járatérségben, ugye ő rendkívüli, tehát legátus, bíboros legátus Lengyelországban, tehát ő ismeri a térséget, személyesen ismeri a legtöbb szereplőt. Valószínűleg ez az oka annak, hogy ebben a háborúban nagyon keményen beleszáll. Ugye ennek a forrás oldalra az a következménye, hogy óriási mennyiség az ennek a nuncius jelentéseknek a jó része gyakorlatilag a magyarországi háborúról szól. Ez az oka egyébként annak, hogy egészen mostanáig nagy sorozatok, például a német nunciatúr bevitte, vagy a lengyelek a 15 éves háború kikerülik. Egészen egyszerűen azért, mert annyi magyar adat van, ahhoz magyar szerző kellene elsősorban. Számomra új dolog a Brunelli kémből jég is oda jutok vissza, ugye a csehek, ugye a prágai nunciatúrát a csehek elkezdték földolgozni. Most ezzel, tehát megint csak a mennyiséget akarom érzékeltetni. Cesare Speciano nunciusnak a jelentése 1592-93-94 három kötetben adták ki 2000 oldalra. És 98-ig volt hivatalban, tehát, és ez csak a nuncius jelentés. Egy nunciusnak jelentését ad akkor a hadbiztos, a rendkívüli megbízottak nincsenek benne, meg az egyszerű katonák, stb. Tehát így kell lenni, tehát szószoros értelemben kell érteni, hogy szinte bele lehet fullani az anyagba. Tehát nyilván valamit kell használni. Az én visszatérve az eredeti mondandómhoz, tehát én ebből az anyagból egy személyt választottam, hogy Gianfrancesco Aldobrandi, és az ő tevékenység gét, ez alapvetően hadi tevékenység, illetve diplomáciai tevékenység. Ugye ez miben testesülne meg? Ugye egy okmánykiadásban, tehát ezért utaltam a Federes tanár úr kapcsán arra, hogy ennyi év alatt nagy feldolgozásokat vélemény szerint nem lehet csinálni, itt először a forrásokat kell kiadni, és aztán ezt értelmezni. Tehát egy okmánytárat szeretnék kiadni, ez elég jól áll, tehát most még nincs vége a munkának, de látszik a vége, ez
ez ugye Gianfrancesco Alobrandi által írt levele, és neki írt levele. Tehát többet tényleg nem akartam, mert akkor az anyag megint túlságosan aggódás lenne. Ez most úgy gépben a 160 oldal, tehát megint érzékeltetünk csak simán a bemenő, kimenő, ez ennyi. Ez körülbelül szerintem 200 oldal körül lesz. A másik, nem akarok túltereszteni a szabott időn, a másik téma az kicsit más, de olyan a korszakkal foglalkozik, mert hát én ebben foglalkozom régóta, ez már szorosabb értelemben vett egyháztörténeti jellegű téma, ez is egy személyhez kötődik, Forgách Ferenchez. Ő ugyanúgy, ahogy az Alobrandinő Forgách Ferenc és a 90-es évek végén fölkeltett a figyelmet, meg akkor csináltam egy ilyen adatgyűjtés, meg az Alobrandinőre is, meg a Forgách Ferencre is. Szerintem ő legalább olyan érdekes személyiség és a szerep által játszott szerep is legalább olyan fontos, mint a Pázmány. Én úgy gondolom, hogy a Pázmánynak a szerepe, vagy a Pázmánynak a szerepe és a személyiség kicsit elhalványította azt, hogy azért előtte az első nagyon fontos lépéseket, még egy nagyon reménytelen helyzetben a Forgách Ferenc kettes, és ő is egy nagyon érdekes alak, ugye gondoljuk arra, egy felső magyarországi arisztokrata család konvertita tagjáról van szó, ugyanúgy a Pázmány esetében. Na most itt is alapvetően vatikáni források alapján egy okmánytár lenne a kutatási periódus végén az egyik legfontosabb eredmény, ami a Forgách Ferencnek egy ilyen válogatott levelezését tartalmazza. Ez állati izgalmas időszak, gondoljunk a török háborúra, majd a török háború után ugye a Bocskai fölkelés, utána pedig ugye a Habsburg palota forradalom, stb. Tehát ebben az időszakban tevékenykedik, szinte utóbbi harcokat folytat. És hogyha már itt a Tusor tanár úr utalt arra, hogy milyen távlatai lehetnek, tehát én azt gondolom, hogy az első témához kapcsolatban lehetne a 15 éves háborúra, ahogy ezt jelezve volt, és ugye itt a Viktoréknak a projektje tulajdonképpen ebbe kapaszkodik bele, hogy egy ilyen további forráskiadás a háborúban részvevő fontos szereplők, például az apostoli hadbiztosok, így is szoktuk fordítani egyébként a komisszárt. A Forgách Ferenc kapcsán, mert hát természetesen nyilván a monografikus feldolgozás mellett azt gondolom, hogy az egyéb a Forgách Ferenchez személyhez szorosan nem kötődő nuncius iratanyagnak a feldolgozása lehet. Illetve a rendkívüli értelmények integrációjának levéltára, vagy ahogy most hívják az államtitkárság második szekció
Tehát akkor röviden csak ennyi az első ponttal. Akkor második ponttal mondjuk. Hát legelőször is, az elmúlt egy évet tekintve most csak át, a Fülkégyúri Joga rendkívüli egyhez ugye kongregációi ágendája az 1920-as évek elején, tehát ez volt az egyik legfontosabb tanulmányom. A Fülkégyúri Jog szentszégi értékelésének változását mutatja be a rendkívüli egyhez ugye kongregációi ülései fényében, vagy tükrében tulajdonképpen. 1919, most főbb eredmények két pontba körülbelül, 1919 osztrák-magyar vonalatja felvonulásával és az államforma megváltozásával azon a véleményen voltak a kongregáció bíboros atyái, hogy a fülkégyúri jog megszűnt, nem államot, tehát a köztársaságra. De intézkedés nincsen. Tehát a jegyzőkönyvet vezető titkár nem írja oda, hogy Jan pápának az intézkedése a kérdésben. 1920. március a Magyarország államformája ismét királyság lett, 1920. júliusában, októberében megtörténik a kölcsönös kapcsolatfelvétel, tehát lesz egy szentszégi követünk, lesz egy uncius, és ez a diplomáciai kapcsolatfelvétele pár sor kerül. Király magánkívüli jogairól 1920. január 25-én lemondó, fülkégyúri jogairól nem. 1921 kimondják, november 6-án az egy üres kimondja a hazugság decentralizációját, és ezek után kerül sor, még 1921. november 8-án a rendkívüli egyházi ügyek kongregációja ülésére. És hát ezen úgy vélik, hogy konzisztórium nyilatkozatban nem lenne szerencsés erről állást foglalni, tekintve, hogy a királyság még létezik Magyarországon, tehát itt az államforma a kulcsmomentum. Tehát ezek a fő eredmények, igen. Akkor második, nem, még a tagadványok. A fordulópont a nagyvállalati táptalan magyarországi tagjainak életében 1929 adalékok a pápai diplomácia tárgyalásaihoz, ez már a Limbuszban fog megjelenni. Két forrás választottak a forráshoz, és a miért érdekes ez nekünk? Azért, mert most így folytatják a román fogoldáltunk tárgyalásokat, 1927-1929, akkor meg már hatályba is lép. Hát akkor érdekel hat tagja ennek a nagyvállalati káptalannak Magyarországon. Igaz, hogy elszóltan érdekelnek, tehát Debrecenben is vannak, Budapesten is vannak tagjai, de szeretnék, hogy egy helyet, tehát megkülön egyébként, de mindegy, szóval három helyet, és akkor hát Budapesten szeretnék, hogyha az egyetemi templomba összegyűlni elsorosmázni. Ennek vannak nehézségei. Tehát itt is a fülkégyúri jog csúszik bele itt a képbe. Ugyanis az történik, hogy két vatikáni forrás között, 1929. október 22. országú jelentése a Gasparinak, valamint a másik egy külügyminiszteri dokumentum. Az elsőben az a lényeges, hogy hát azt mondja a külügyminiszter, hogy hát ezzel a közös zsolozsmázással egyetért a vallás és az oktatás miniszter, viszont tehát tartósan egyház megyékön kívül nem élhetnek a kanonokok, ez csak és kizárólag ideiglenes megoldás. És hangsúlyozva mondjuk a nagyvállalati káptalan tagjait, ami mondjuk a nuncius azt mondja, hogy hát az egykori nagyvállalati káptalanok a tagjai. Tehát hogyha ha megnézzük a forrásokat, tök érdekes. Akkor kettő, Czabik Gyula kanonoki kinevezését mindaddig nem veszi tudomásul, míg nem pótolja a politikai nullahozta kikérését a nuncius. Mert hogy ezt fontosnak tartják. A másik az meg szintén ehhez kapcsolódik, tehát az október 30-ai levele a nunciusnak, Bartol Lajos külügyminiszternek. Tehát a fülkégyúri jogról ez is egy fontos dokumentum. Akkor a harmadik ez a tábori püspök dotálásának kérdése a rendkívüli egyház ügyek kongregációja a napirendjén 1925-ben. Egyáltalán hogyan kerül ez oda? Hát Szodra Vecis már tudjuk, hogy ő a tábori püspök, az azt mondja, lesz a tábori püspök. Most nem is a frankovisítási dolgokról beszélnék, hanem hát a javadalmazásával kapcsolatban. Eleve az, hogy biztosítani kell a megfelelő javadalmazást. Horthy Miklós úgy gondolja, hogy hát ő neki kellene, és akkor elindítja úgy a tárgyalásokat, hogy írja a Primásnak egy levelet. És tudjuk, hogy Zadra Vecz visszaemlékezésében mindent leír, csak hogy ez egy nagyon szubjektív szemszögből van, egy csomó mindent nem tud figyelembe venni, amilyen dokumentumokat ő nem ismer. Tehát az apostoli szentszékkel a kapcsolattartást nem ismeri. Akkor szintén nem ismeri azt, hogy most az erdélyesek és az esztergomiesek ilyen tárgyalásokat folytak ott a háttérben. Mert ennek az a lényeg, hogy először szekularizálni szerették volna, és akkor lehetett volna az egri káptalan tagja, de hát mint szerzetes tudjuk, hogy hát nem lehet a tagja az egri káptalannak, mert hogy nem bírhat javadalommal. És a pápa nem szekularizálja. És hát itt van a fő probléma, egyébként ez egy fő eredmény ennek a tanulmánynak szintén, hogy azt derítettem ki, hogy április 1920. április 19-ei levelében Csernok János megírja a Szent Atyának, hogy hát a káptalannal megbeszélt ezt meg, és
megítélési ellenőrül is, hogy szekularizálták volna ezt az atyát. Anélkül is, hogy szekularizálták volna ezt az atyát, hát biztosítják a megfelelő püspökhöz méltó rangjához méltó megélhetését. Mi ebbe az érdekes? Mikor beszél erről Kaptan? Június 2. ítélésén. Tehát egy folytak fontig teremtett a Csárdok János. Tehát ez csak az egyik oldal. Utána jönnek a pénzügyi problémák, de gondolom ez mindenki számára ismert a Zadravec visszaemlékezéseiből. És hát 1925-ben az egész úgy kerül a kongregáció napirendjére, hogy a nuncusnak a fülébe jut ez az egész, Kavalier Józseftől egyébként, és hát kénytelen bemenni Zadravec, és akkor elbeszélgetnek a nunciussal. És a nuncius mondja, hogy akkor írja meg az ügyet a pápának. Egyébként ez egy másik jelentős eredménye a céldolgozatomnak, amit írtam a tanulmánynak, hogy megismerjük Szmercsányi érsek véleményét is. Hiszen a pápa azt határozza, hogy akkor úgy kezeljék Zadravecet, mint hogy ő ténylegesen effektíve kanonok lenne, tehát osszák el annyi részre, ahány kanonok van. Egyébként 14 kanonok van összesen. És például kiderül Szmercsányi leveléből, hogy igen, de az első 8 kanonok is tartozik a 2/3 jövedelmeknek, a maradék 6 osztozik az 1/3 jövedelmeknek. Tehát effektíve lehetetlen lett volna ennek a pápai kérésnek a teljesítése. És akkor ez a két ember, Szmercsányinak a levele, valamint a tábori püspöknek a pápához írt levele, ez a kettő megy fel Rómába. Persze különböző időpontokban, de a lényeg az, hogy ez vezet el az 1925-ös a rendkívül érkezik kongregációjának, hogy a napirendjére tűzzék egyáltalán a kérdést. Többet nem fogok spoilerezni most róla, szerintem, majd elolvassák. Akkor szintén foglalkoztam Nagyszombati apostoli adminisztratúra megszületésével, a magyarországiekhez jövő a helyzetét vizsgálják a apostoli nunciusok szemszögéből, teljesen eltérő egyébként a Sziopának, az országi nunciusnak a véleménye. Akkor megjelent a II. Vatikáni zsinatból részvevő magyar zsinatvertekről írt tanulmányom, ami hát nagyon sok újdonságot tartalmaz, de példának mondok most egy olyat, hogy a magyar zsinatvertek nem csak a saját felszólalásaikban fejezték ki véleményüket, hanem mondjuk különböző külföldi zsinatvertekeknek aláírták a beadványait. És nagyon sok helyen ott van. Én az eredetieket néztem meg. Tehát nem csak azt, amit a piros akta szinodáliában kiadtak meg, nem mindegyiken szerepelnek a magyar zsinatvertek aláírásai ott egyébként. Tehát nincs ott mindegyiknél, mert gondolom nem tudták elolvasni, és nem tudták átírni, és ezért nincs ott. Tehát ez mondjuk egy érdekesség, de ezt is ajánlom elolvasásra, hogy ez valaki jóban érdekel. Akkor ismeretterjesztő szinten sem feledkezte meg ez az újkor.hu online folyóiratban publikáltam Frakmoni Vilmosról, tehát utatósport divagójáról. És ami az egyik legfontosabb tevékenységem volt az elmúlt egy évben, az Csiki Balázsnak, egy korán rákban elhalt kollégáknak, aki 37 évesen elhúnyt, a disszertációja kiadása. Tehát neki meg volt ez kéziratban, ráírta különböző megjegyzéseit, általában rövidítésekkel dolgozott, tehát például nagyon-nagyon gyakori az, hogy csak vezetéknél és felkiáltója, mert szakirodalmat szeretett volna beépíteni. Volt ahol mondjuk a spanyol történész felkiáltóják, akkor ezt építsük be valahogy. Vagy mondjuk szakmai nyelvre lefordítani ezeket a rövidítéseket, és hát nagyon-nagyon sok hívást tartogatott. Egyébként erre az MTA, BTK, TTI-vel történő, tehát kooperáció keretében kerül sor majd a kiadására. Most jelenleg ott áll az ügy, hogy hát én megcsináltam a lektorálását, információk, hogyha mondjuk téves információt találtam benne, akkor azt javítottam, megcsináltam nyelvi lektorálását is, megcsináltam azt, hogy beilleszkedtem a dolgokat, tehát ennek is különböző elvárásai voltak, szerintem ennek részletezésére most szintén nem fog időre húzni. Azt majd el lehet olvasni a legvégén a szerzői utószóban. Mert erről írtam még egy nagyon sokat, de akkor ezt szerintem nem fogom elmondani most. Igen, jelenleg ott tart a helyzet, hogy betördelték, tehát a tördelést azt a Szentélyá végzi, mert itt a Történettudományi Intézet végzi, betördelték és visszaküldték. Tehát ebbe nagyon sok kockát fekszik, azt tudom mondani. Akkor negyedik,
Bishop Stepsikon munkálatai, Benedikt Truppal, az Országos Széchenyi Könyvtárban végeztük kutatásokat, 71-hez megyék semhatizmus adatait hasznosított, továbbá kötetett az rövidítés jegyzékre készítését is meg kellett csinálni. Akkor mivel meggyőződésem, hogy a tanítás és kutatás összhangja is nagyon fontos, két szakdolgozó útját egyengedtem a diploma megszerzése felé vezető úton. Az egyik az Pekoliti Tanila Veronika, Bécsi Katolikus Tudósítót elemezte Király Ferenc Jézus Örökségei idején, a másik Bajor Izita, a Kalimbai Anyakönyvek 1831-1895-ig, és hát mindketten ötöst kaptak az árvizsgán. Igen, mindketten ötöst kaptak az árvizsgán. És hát buzdítom az itt jelenlevőket is, hogyha szeretnének 20. századból szakdolgozatot írni, én szívesen tévedezetek. Tehát most, hogy ezt gyereknek. A minisztrációs ismertetek a kutatócsoport eseményeiről, különböző készítésében való részvétel, adminisztráció, tanulmányok átolvasásában való részvétel, beszámolók között készítése, olvasószerkesztés és egyéb, amiket most nem sorolok fel. Szabadságos papírok tudod. Igen, vannak ilyen feladataik is. És hát még ide felírtam magamnak ilyen, hogy ez az ösztöndíjakat, díjakat esetleg nincsen meg, még a Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesülök, tehát a tanulmányomat annak keretében is írom, illetve akadémiai ifjúsági díjakat, a Szombathelyekhez megy a történetek, Lőczi József egyház kormányzása idején című monográfián. És hát teljes képet persze ilyen rövid idő alatt nehéz adni, tehát aki bővebben szeretne tudni bárki az munkásságokról, az végül még a kanizsai család kihalása, 1532-es kihalása előtti időszakot szeretném majd kicsit részletesebben megvizsgálni. Itt kerültek elő új és izgalmas források, amiket most még nem látok el, mert mindenki olvassa egyszer. Szóval egyrészt kanizsa van, és a másik, az igazi kutatócsoporti témám, az Fráterő meggyilkolásának a Vatikán iratanyaga, amit más szerintem egyébként az itt jelenlévők már nagyon sokszor hallottak, mert elmeséltem, itt röviden annyit érdemes elmondani, hogy ez egy több száz folyónyi forrás, amely segítségével egyrészt a Habsburg pápai kapcsolatú dinamikáját nagyon jól lehet vizsgálni az 1550-es években. Itt egy hatalmas nagy vizsgálat indult gyakorlatilag 52 és 54 között, amit a Ferdinánd mellé rendelt nuncius vezetett, és szerintem tényleg hatalmas lehetőség van abban, hogy ezt mikroszinten szépen részleteiben megnézzük, hogyan zajlott a vizsgálat, ki miért nem került be a vizsgálandó köré, milyen pontokat írtak, mi vettek össze, és bár igaz, hogy Barta ezt ugye jó részt már, vagy egy részét ezt már feldolgozta, de most minél jobban belemerülök az anyagban, annál jobban látom, hogy rengeteg kiaknázatlan területe van még. Én például azt hittem, hogy a tanulvallomások részletes feldolgozása az nem nagyon fog új képet hozni, mert hát mindenki azt mondta, hogy Fráter bűnös,
mindenki rosszakat mondott rá, viszont most Orán Miklósnak a tanúvallomását részletesen megvizsgáltam, és itt izgalmas dolgok jöttek ki, információ áramlás tekintetében például, honnan szerezte már az információit, hogy milyen kis nyuanszín különbségek vannak a többi tanúvallomáshoz képest, vagy mik azok, amik állandósulnak. Egyébként szerintem a legizgalmasabb, és akkor ezzel nagy előtt is zárnám, hogy még a püspöki, magyar püspöki karon belül is nincsenek tisztában az egymás viselt dolgaival, és a pletyka, a közhír az, amit folyamatosan visszamond gyakorlatilag mindenki, és amikor rákérdez a nuncius a konkrétumokra, akkor hát az egész ország tudja. Nándorsi azt mondja, hogy hát a legutolsó kisgyerek ő is tudja Magyarországon, hogy is, hogy folyamatosan ezek jönnek vissza. És a másik információs csatornák, hogy a Ferdinánd udvarában miket hallanak vissza, és ott milyen viszonyrendszer van. Hát nagyjából ez a jövő, ezt akarom tovább, mint egyrészt a tanúvallomásról, másrészt pedig a nemzetközi diplomáciai helyzetnek a vizsgálatnak. Köszönöm. Az én kutatásaim is döntően két nagy részre osztható. Az első az, amiből ugye az előadásomat is tartottam, az esztergomi fordításának a szövegkiadási munkálatai, amit Szabák tanár úr vezetésével készítünk el Poruszti Ádámmal, aki most nem tudott itt lenni a nyári akadémián. Elment a haverja, hogy valaki örökt engem van. De senki sem teszi szóval. Nem érezni. Ugye azt szintén a tanár is említette, hogy ősszel várhatunk majd a kötet megjelenés, ez szóval nem jelenti majd azt, hogy akkor ez a projekt le is zárul, hiszen látható volt a tanár előadásából is, és remélem az enyémből is, hogy az életben még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség rejlik, és ezt a továbbiakban is majd érdemes lesz kutatni és részletesen feldolgozni. A másik kutatási területem az egyházi középrétegnek a vizsgálata. Eddig a Győri Székesfehérvárnak a személyzetével foglalkoztam, még ez sem egy teljesen lezárult kutatás, még itt is rengeteg olyan forrás van, amit át kell nézni ahhoz, hogy a káptalan személyzetét átfogóan megismerhessük, illetve most a doktori kutatásaimban fogok elkezdeni a Vasvári káptalan személyi összetételével foglalkozni. Úgyhogy a következő éveimet nekem döntően ez a kutatás fogja meghatározni, és természetesen nem csak a hazai káptalani okleveleket szeretném majd átvizsgálni, hanem kiemelten szeretnék foglalkozni a vatikáni forrásokkal is, hiszen ezek nagyon sokszor fontos, értékes adatokat tartalmaznak az egyes falunokkal. Nagyon röviden, hát különböző korszakok között kalandorkodva a kutatócsoport tagjainak, kollégáinak a PR, nemzetközi PR tevékenységét segítve fordítok. Egyik fő célunk volt idén, illetve jövőre egy tanulmányköteknek az összeállítása, a kutatócsoport tagjai által írt tanulmányok segítségével, illetve hát jövőbeli tervekről nem tudom, hogy lehet már beszélni. Persze. A közösség számára, hogy interneten is kívülóban vagy tudják meg, hogy... Hogy angol nyelvről a Trentonisinak a történeti átfoglaló kötetének a fordítása lesz a jövőbeli célja. Ennyi. Tevékenység, aki angol történelmi szakot végzett, stratégiai fontosságú, hiszen az egész magyar történettudomány küzd annak a problémájával arra a kihívásra, hogy az eredmények nemzetközi szinten, hogy lehessen
látszik el. Nyilván mindent nem érdemes, hogy magyar nyelveket írni alapvetően, minden eredmény nem érdemes befordítani, de azok dolgozók, hogy a vatikáni sorozat is úgy van megkonstruálva, hogy a fontosak és a nemzetközi diskurzus számára relevánsabb információk megjelenjenek, és nyilván diósabb folyóiratokon és tanulmány szinten is igyekszünk jelen lenni. A kutatócsoportnak arra nincs kapacitás, hogy a kutatások mellett, hogy az eredményeinket is magunk készítsük el. Idegen jelen és állásnak ebben van, hogy az egyéb feladatai szervezőség, bibliográfia készítése és egyéb. Ugye a munkaszerződésben foglalt kötelezettségei mellett, hogy angolról, magyarról, angolra fordítsa a tanulmányokat. Régóta dolgozunk már, 2011 óta szinte ott a projektek keretében, és hát nyilván voltak szünetek a lehetőségek. Több függően is ugye ebben Krisztinának is nagyon nagy szerepe van, hiszen mindig a végeredmény egy operáció, Krisztina az első lektor és segít, és mindig mondom, hogy a nyelvi lektorokat is, tehát ez egy nagyon fontos. Mozzanak, hogy az Ágnes szerénységét próbálom egy kicsit ellenpontozni. De most várnánk abba tele, hogy kapacitásunk van rá, hogy az egyetemi oktatás szolgálatára itt olyan Koren Pesszeller, mint a Merlinek a Trient zsivatos könyvét, akkor esetleg egy nagyobb olvasóközönséget is megszélozva, de hát ugye a én lektorálásom most a kutató csoporti tagok lektorálásával magyarra fordítsuk, és így is a kutatásainkat, amelyek ugye alapja és fő profilja a vatikáni kutatások, a frappolitére hagyományokat folytatva kiszélesítsük. Egyetemi oktatási fel is egy általánosabb egyház történeti kutatási irány felé. Ezt segíti, hogy például Teri és Ádám, ők nem az MTA TK-ja alkalmazásában vannak, mert nem a támogatott kutatócsoporti részből jönnek be a frappolit kutatócsoportba, hanem a Pázmánynak egy saját belső pályázati keretéből, a nagy egyház történeti kutatócsoport felül vannak itt, ugye amelyek elmetett Török József professzorok köztünk van, és délután a vakképzés jelenje is főként múltja, közelmúltja és távoli múltja kapcsán egy kerekasztal beszélgetésen is részt fog venni. Ami még szélesíti a mi munkásságunkat, hogy a főállású alkalmazottak mellett, ugye itt vannak a nagyon fontos munkát végző külső munkatársa, akár Sági kollégó, akár Barbatmányás, akár a honlapkészítésben is ugye szinte kulcsfontosságú szerepet játszó, kulcsfontosságú honlapkészítésben kulcsfontosságú szerepet játszó Kollár Levente. Ezen kívül kapcsolódnak még a kutatócsoporthoz, itt most már inkább a Vatikánunkhoz kötődve olyan külső kollégák, akiknek az eredményei közzévételét, vagy akár kutatásaikat is lehetőségeinkhez képest igyekszünk támogatni. Az ez idei kiadványunk, a Regesse Supplicationum, az a Medievisnek a kutatócsoporthoz kötődik, mi a kutatások végső szakaszával kapcsolódunk, mert az anyag közzévételét jelenti. Ez sem volt ugye csekély kutató és filológiai, főleg filológiai munka, de például folyamatban van, és egy lép is ugye próbálja a képet árnyalni. A 18. századi Károly képviselési jegyzőkönyvnek a közreadása Tóth Tamás jóvoltából. Itt most megy a pillanatunk, hogy 500 eurót tüzessük el egymásokat fejre, vagy csak az ígért kevesebbet, de nyilván amennyire tudunk és ha van rá keretünk, akkor azt is támogatjuk, és itt jön be az én kis hozzájárulásom az alapkutatáshoz, nyilván a szervezések mellett, hogy 17. századi támogatási vizsgálási jegyzőkönyveknek, mondom, 300 darab jegyzőkönyv, a személyi részét fogom pillanatosan közölni a projekt végére. Nyilván nem ma kezdtem, 1996-ban próbáltam már 3-4 hónapon keresztül ismerkedni azt, hanem is jó 22 év fontolódás után, ugye tisztázódott ki az a módszer, hogy lehet, hogy érdemes, és hogy realizálható ez a projekt, és akkor itt 16. századra ugye megvan, és akkor ennek a folytatása 17-18. Századra tényleg egy olyan kutatási volumen ad a Rathnói Kutatócsoport
számára, amely impozánsan mutatja a vatikáni szeriális forrásoknak az évszázadokon keresztül átkivelő létét és használhatóságát. A beutatkozásban ugye Krisztina alaposan készült és adatoltan mutatta azt a tevékenységet, amelyet mindnyájan végzünk. Nyilván mindenki ezt nem tudta volna így bemutatni. Meg kell említeni, hogy a napi munkálatokban az ő sok oldalú tevékenység és Viktornak a szervezési tevékenység az, ami a kutatócsoportnak mondjuk az organizációs tevékenységét. Hát és annak a gerincét hallgatja, és itt kell ugye még egyszer már megtudja vezetést, mert ugye Varvai Viktornak szeretnék megemlíteni, aki szárnázásoknál és egyébként. Nyilván egy ilyen mini kutató intézetnek a továbbhaladó a legjobb tudója ennek, mindenki az éget és tapasztalt kutatócsoport vezető, tehát eszméletlen sok munka van, még úgy is, hogy az akadémiai adminisztráció sokkal hatékonyabb, mint az adminisztráció, és én úgy gondolom, hogy a kutatócsoportunknak, de hát egyrészt a léte historiográfiai, hiszen én nem emlékszem, nem tudom, a frakói véle római történetének óta, az MTA keretein belül és egyetemi beállítottsággal, kizárólag ezzel a vatikáni kutatási irányról és annak az egyháztörténeti szélesebb beállítottsával vagy beállítottsával foglalkozó említás működött volna Magyarországon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy így létezhetünk, és ez a cél, tehát, hogy a Vatikánban őrzött magyar forrásoknak a föltárása, ez bármilyen politikai kurzustól függetlenül minden politikai kurzus számára fontos és lényeges, hogy ez egy rendes stratégiai ügy, elmondható szlovák és román kollégák is ezzel szívesen foglalkoznak. Másodott pedig, ha mondjuk egy nem nemzeti központú történeti írásban gondolkodunk, hanem egy másik irányzat, amely egy globálisabb szemléletet valósít meg, hát akkor igenis ez a kutatás irány az európai nemzetközi történeti írásban is mindig is óriás lesz, és mindig is trendi lesz. Tehát azt mondhatom, hogy a mi üzleti tervünk az jó, és bármilyen, akár indokolt, akár nem indokolt változás következik, ha jól dolgozunk, és egy év múlva az újabb konkrét eredményeket tudjuk így a Frakói Akadémián bemutatni, akár meg egy hosszabb prezentáció keretében is, amelyre visszatérünk, mutatott, akkor a jövőben is kutatócsoport viszonylatában is, és a Frakói Akadémia viszonylatában is. Hát bízva, hogy szépen.